Lovasokkal kísért díszes fogatok járták körbe Regőj utcáit a hagyományos szüreti felvonuláson. A népviseletbe öltözött utasok a falu lakosait és az ideérkező rokonokat, vendégeket invitálták a központba, ahol műsor várt minden érdeklődőt. A finom sütemények, amelyek természetesen helyben készültek, és a jó bor sem maradhatott el a mulatságról. Noha a településen már kevesen művelnek szőlőt, 26. alkalommal is sokan kíváncsiak voltak a hagyományos rendezvényre. És bár kicsi a település, a felvonulás sokáig tartott, hiszen igyekeztek valamennyi fontosabb utcát érinteni. Még nincs is vége a menetnek. Még most vagyunk a felénél közben, körülbelül a Regőj 26. születi felvonulásnak. Ugyan nem a 26., csak az újkorban a 26. a rendszerváltás óta, előtte azért jóval régebben is az hagyomány volt Regőjben. Jó pár programunk van, a születi felvonulás keretében üdvözletjük a pincei félkórust és a regői népdalkórust, ők akik a kulturális programot biztosítják, illetve a lovasok pedig a látványt és a hangulatot. 20 kilométeres körből jönnek, ugye a regői fogatosok is mennek vissza oda, ahonnan jöttek a többiek, illetve a vidékiek is azért jönnek vissza, mert a regői fogatosok pedig viszonozzák ezeket a látogatásokat. Mindenki részt vett a faluban, az idősebbek azok ugye a sütésben vettek részt, a fiatalabbak, a kisbíró akár, aki felolvassa, vagy felültek a fogatokra, gondolom a felvételeken majd látszik, hogy apraja és nagyja a falunak itt van. Ez egy olyan program, ami mindenkit megmozgat egy kicsit. Ugye a kisbíró most mondja éppen a vicces formában az elmúlt év történéseit. Ez erről szól ez a mai nap. Figyelem, figyelem! Közhéri tétetik! Ismét születi mulatság tartotik! 26-szor mondjuk itt a rímet, de még olyan nem volt, hogy senkit meg nem sértett. Jól meggondolom, kiről mit is mondjak, mert tavaly ilyenkor az undirotok fortak. Adták a kilincset a hivatalban a népet, mert voltak, akinek a víz nem igazán tetszett. Előre is szólok, bocsássák meg kérem, valakit megsértek, nézz el azt nékem. Sorogjon a múlt, szóljon át az ének, és míg a híreket mondom, kis figyelmet kérek. A születi rendezvényen mindenkinek van kedvenc programja. Egyem az Regőj eredetileg, úgyhogy azért is jöttünk, meg szereti a lovakat. Ilyen régi hagyományos felvonulást, mondjuk Tamásiba is szokott ilyen lenni, de már egy pár év után nincsen. Nincsenek lovak, aztán... Ez érdekesebb egy kicsit? Nem. Hát itt érdekesebb azért mondjuk a hagyomány. Az ennél az mindennél többet él számomra. Meg a szépen földíszített hintok, vagy tánc ilyen érdekel inkább. Úgy érzem, hogy közösségformáló és hagyományőrző szerepe van ennek. Tudnélik, a Covid idő alatt nagyon-nagyon magányos volt itt mindenki, és most kezdenek visszatérni ezek a hagyományok. Gyönyörködni tudok a gyönyörű kocsikba, lovasokba, és a nagyon érdekes a kisbírónak az előadása, kíváncsi vagyok. A Regőj népdalkórus és a vendég pincehelyi férfi kórus műsorával színesítették a falu rendezvényét, amely az éves hagyományos rendezvények sorában jelentős helyet foglal el. Igen, ez mindig is jelentős volt, ugyan a szőlőhegyünk már nem egészen úgy működik, ahogy régebben, tehát nincs olyan mennyiségű bortermelés, de azért mindig van, aki műveli a szőlőt, és hát ezt a rendezvény ezzel kapcsolódik, hogy a szüret az szüret.